Nagyon sokat jártam falvakba, bejártam az egész Kárpát-medencét, nagyon sok filmet készítettem, hangfelvételt készítettem, dalokat megtanultam, és az együttesemben ezeket a táncokat fölélesztettem, és ez egy nagyon erőteljes hagyomány lett, ami az egész világon elterjedt, hála Istennek. Örülök annak, hogy el van hintve ez a világ minden tájára, és egy nagy példa ez, büszkék vagyunk erre. Több mint 4 évtizeddel az első budapesti táncházak indulása után örömmel és büszkén tekintek vissza a kezdetekre. Örömmel, hiszen az idő igazolta az akkoriban általam vezetett Bartók Béla táncegyüttesben kidolgozott pedagógiai módszeremet, amely a táncházi tanításnak alapja lett. Bartókos tanítványaimmal és a sebejöttessel hozott döntésünk a táncházunk kapuinak megnyitásáról az érdeklődő nagyközösség előtt valódi mozgalmat indított el. A néptánc ismét mindennapjaink részévé vált, az elkövetkező évtizedekben pedig az utánunk jövő nemzedékek feladata lesz, hogy a saját koruk hivatásának megfelelően éljenek ezzel a kulturális kincsel. Népművészettel, néptánccal töltöttem el az egész tevékenységemet. Én azt hiszem, hogy ez iszonyatosan fontos, amit mi csináltunk. Akár az én generációmról beszélek, akár az utánunk következő generációtól. Ma Magyarországon rengeteg amatőr együttes van. Hivatásokról nem beszélek, most természetes, hogy léteznek és jó minőségűek, de az amatőr mozgalom az csodálatos. Ha az ember elmegy egy akár ifjúsági, akár felnőtt antológiára, vagy gyermekre, akkor tulajdonképpen visszanyeri a hitét abban, amiért az egész életében dolgozott és küzdött. Fantasztikus a mozgalom, nagyon fejlődik, jó lenne, ha a koreográfiai értékek is fejlődnének, de a táncosok és a táncosok tudása az csodálatos. A jövőre nézve pedig azt mondom, hogy amíg az állam és a mindenkori kormány a művészeti alapiskolákat fenntartja, és megadja nekik a szokásos fejkvótát, és ezt nem fogja csökkenteni, addig nincsen baj. Ebben a pillanatban a művészeti alapiskolákba, amit alakíthat egy együttes, alakíthat egy kultúrotthon, alakíthat egy iskola is, ebben 180 ezer gyerek táncol. Ez a generáció váltja egymást. Én állítom, lehet, hogy van, aki ezzel nem ért egyet, hogy ez a mennyiség, az nagyon, nagyon elegendő ahhoz, hogy ez a kultúra fennmaradjon. Nincs benne most a levegőbe, mind ahogy volt ez a 70-es években, még a 80-as években is, hogy nagyon sok táncház legyen. Ha ez csak pénzrel beszélünk, akkor ezzel nem lehet elérni a dolgot. Ahhoz kell, hogy az embereknek vágya legyen. Ez de semmi baj, vissza fog térni egy másik periódusba. Tehát nem kell ettől megijedni, amit mondtam az elején, hogy ez a rengeteg gyerek, akik a művészeti alapiskolában néptáncot, népzenét tanul, ez egy elegendő tömeg ahhoz, hogy ez a dolog fennmaradjon, és várakozzon azokra, akiknek majd megjön a kedvük.